az első világháború, új világ született. Állatok a hadszíntéren. A háborúból az állatok sem maradhattak ki. 16 millió állatot mozgósítottak a világháború alatt. Ekkor még nagy szerep jutott a lovaknak. Csatákban bukkantak fel, például amikor osztrák-magyar lovas ezredek az oroszok ellen vonultak, vagy ausztrálok vezettek lovasrohamot géppuskatűzön át a törökök ellen, de persze a döntő szó már a tüzérségé, majd később a tankoké volt. A legtöbb harctéren inkább áruszállításra használtak lovakat, tevéket, szamarakat, elefántokat. A háború során összesen mintegy 8 millió ló pusztult el a túlterhelés, a harcok és a gáztámadások következtében. Számos kiválóan szolgáló paripát ki is tüntettek. Az ember másik sokoldalú és hűséges társa, a kutya. Ezrével szolgáltak minden oldalon. Romok alatt kutattak és életeket mentettek azzal, hogy egészségügyi felszerelést juttattak el a sebesült katonákhoz. A lövészárkokban kutyák és macskák vadásztak patkányokra, hogy csökkentsék a fertőzések veszélyét. A postagalamb 60 kilométeres sebességgel tud repülni, és akár 700 kilométerre el tud juttatni üzeneteket. Minden hadszíntéren százezrével alkalmazták őket, sőt, mint egy korai drónt, légi megfigyelésre és felderítésre is használtak galambokat úgy, hogy önkioldós fényképezőgépet erősítettek rájuk. Klasszikus bányászati módszer volt a kanárik használata. A kicsi és érzékeny madár korán jelzi, ha a levegő mérgezett, vagy kevés az oxigén. Az első világháborúban rendszeresen alkalmazták őket gáztámadások előrejelzésére.